mai reggelim, meg sem merem mutatni, nem veszem vele túl népszerű. Hát füstölt hal, sprotni. Most a sprotnit, azt lehet jól csinálni, meg lehet nem jól csinálni, de egy közös, akár jól van, akár rosszul, büdös, mint az állat. Igazából nem is reggelre vettem ezt, otthon akartam megenni, de nem mertem kibontani. Nem vagyok otthon nagyon népszerű az énekel. Gondoltam, elhozom reggelire. Hát, meglátjuk. Én szeretem a füstölt halat, a sprotnit is, de valóban, van neki éjszaka. Nézzük. Nézzük milyen. Hát jó, rá lehet könyökölni erre a szagra, az tény. Erre rá lehet könyökölni, de látjuk milyen, lássuk milyen ide van. Nem rossz. Na jó, hát akkor ezt tesszük ma. Szemfasz a gyerek. Itt a kréte nekem a láztalpat. Aszfaltozni megyünk. És nem jó, hogyha a földet megszórjuk vele, földdel. Láztalból kipereg valami. De általában ezek a kubikusok. Fasz a gyerekek, kiszorták a kréten a láztalpamat. Ezeknek a házaknak a garázs bejáróját fogjuk most aszfaltozni, amire majd később egy ilyen sárga műgyanta a kavics burkolat kerül. Adriano Celentano. Venezia, very, very, very nice. Water, everything. Of here, water, Gondola? Yeah. Very nice. Too much pussy. Yeah, all right, okay. Of course, yeah. Like yeah. You are boss, yeah? Boss, him. Yeah. Yes. Celentano. Azért mondjuk neki, hogy Celentano, mert olasz felesége van. És Olaszországban is él a familiája. Bár most azt mondta az előbb, hogy jönnek ide. De olasz felesége van, meg vagy két gyerek. Amikor ilyen aszfaltozás van, így le kell takarítani a láztalpat, lekenni gázolajjal a kanalat, hogy ne rögjön rá az aszfalt. De ezek a fiúk megcsinálják. Én is becsek nekik mindent. Ők is megcsinálják nekem mindent. Segítünk egymásnak.
Dumper, please.